következő mesét Eszter küldi neked a K&H Gyógyvarázsmese doktorok programon keresztül. Gyógyulj meg mielőbb! Az Igazi fák sosem horkolnak című mesét fogom mesélni. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na ez pont egy ilyen szerda volt. Ráadásul szép tavaszi reggel, se túl meleg, se túl hideg bujócska idő. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titusz, Pofánka, Hilda, Fityirc meg Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Valér behunyta a szemét és számolni kezdett. Egy! Kiáltotta. Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Kettő! Titusz meg a sárga mészköpű fűben keresett menedéke. Pofánka közben eltűnt egy nagy réti zselécserje alatt. Hilda pedig megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bál tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak? Hová bújjak? Tépelődött magában. Öt! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy arra szögdécselő lábas csigától. Hát, lássuk csak, nézett rá a csiga. A legjobban talán egy öreg, kiszáradt fára emlékeztet. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna, sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hát! A csiga elhúzott egy dúsan termő, közönséges csipeszbokor felé, Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt, ágakat kötöz a karjaira. A másik ötlete az volt, hogy fának álcázza magát, úgy tartja a karjait, mint egy öreg fa. A harmadik pedig, hogy föltart egy táblát, én egy fa vagyok felirattal. Rövid töprengés után a második ötletet választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, itt biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Így állt. 7 hallatszott közben a számolás. 8 kurjantotta Valér. Nem bírom a szerdákat, szólalt meg bosszusan egy közelben olvasgató varázsgomba. Szétmegy a fejemettől a hangzavartól. 9 és 10 fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Azzal elindult, hogy megkeresse barátait. Nem volt nagyon nehéz dolga, először Pofánkát találta meg, aztán Zödön, majd Tituszt és Hildát, legutoljára pedig Fityircet. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai, amiket így tartott. Nagyot ásított, aztán számára is váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odójában egy vicsormókus lakott, ágai között pedig egy öreg borostapók szövegette a hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, másnéven pohos rézsbogár vert anyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Ha túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak, amikor megesett az eső, lombja alatt keresett menedéket. Az elhagyatott rét sok lakója. Egy napon aztán egy kék túlú nyihánc költözött a lombjában megbúvó fészekbe. A nyiháncok sajnálatos szokása szerint fülsiketítő kvák-kvák kiáltásokkal adott hangot örömének. Na, erre Béla bá azonnal fel is ébredt. Nagyon elcsodálkozott, mikor meglátta a többieket. Ott álltak körülötte, és egyszerre kiáltották. Megvagy! Kiáltotta. Milyen kár, mondta álmos hangon Béla bá. Már éppen kezdtem megszokni, hogy igazi fa vagyok. Furcsa érzés volt, de azért kellemes. Az igazi fák sosem horkolnak, jegyezte meg Titusz. Tőled meg víz hangzott az egész elhagyatott rét. Hazafelé menet Béla bá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmók vakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi padlizsán lehetnék, ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk, ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Szerencsére éppen visszaértek a kupachoz. Le is heveredtek mind a finom, napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte Pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titusz, azzal gyorsan lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édesdeden aludt. Aztán már csak a napbújócskázott odafent a felhők között.
eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, míg a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért.